Szép jó estét kívánok mindenkinek! Köszönjük szépen a szervezőknek, a klub vezetőségének, hogy ma este itt lehetünk önöknél, és természetesen önöknek is, hisz közönség nélkül nincs előadás. Ezért nagyon hálásak vagyunk. És hát miről lehetne szó, és miről lehetne szó egy ilyen gyönyörű magyar klubban, mint az operetről. Az operetről, ami Hungarikum. Bizonyára tudtam erről, hogy ugye nem régen nyilvánították az operettet Hungarikum. És azt szokták mondani az operetre, hogy egy darab itt felejtett múlt. Ápolni kell, mert jelen van. Már 100 évvel ezelőtt Lehár azt írta, hogy az operett haldoklik, de még mindig nagyon sok a beteg látogatója. És amíg van beteg látogató, ugye addig csak lehet, hogy haldoklik. Mondták ezt már más művészetre is. És a pesti ember az bizony az operetten tanult meg magyarul sírni és magyarul nevetni. Nem tudom, hogy tudják-e azt a viccet a Székely bácsiról. Székely bácsi fölmegy Budapestre, beül vacsorázni, és vacsora közben játszik a zenekar, és nagyon hangos a zene. Erre odainti a pincért, és mondja neki, hogy drága főúr, lehet rendelni, hogy mást játszanak? Igen, természetesen, mit tetszik kívánni, mit játszanak? Amíg vacsorázok, játszanak inkább pókert. Szóval, ilyenek voltak a budaiak, de a festiek szerettek mulatni. És pontosan ezért mondtuk azt, hogy ugye milyen is lehet egy pesti éjszaka, és milyen lehet, és kik muzsikáltak ott, kik játszottak, kik adtak elő, milyen zeneszerzők, és több zeneszerzőt szeretnénk bemutatni most itt önöknek. Úgyhogy most füleket hegyezni, szemeket legeltetni, mert következik Nagyi Bolya, Déri névdíjas operett primadonna, színésznő és műsorvezető. Most egy olyan dal következik, amit itt Kanadában énekeltem, azt hiszem életemben először. És ez nem más, mint a Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország. És azóta, ha teheted, otthon is, és minden a kérdében. Hogy szőkes elő, lenge szellő, ki játszik a tisztán, ott élet nép, legendák népe, ott az én hazám, az ősi bárbát őrzi álmát, műcsap a vezér, ki csillagoknak ég atyád, szépet és nagyot,
és úgy gondoltam, hogy mivel nem volt kellőképpen ápolva az emléke és művészete, ezért megalapítottam a Lehár Ferenc Polgári Társulást, és azóta is én vagyok az elnöke. Nagyon sok koncertet készítünk, de nem csak koncerteket, kiállítást is, és megírtam az Operett Király című könyvet, ami Lehár Ferenc életéről, művészetéről szól. Egy kilós könyv sikeredett belőle, úgyhogy azt nem lehetett ide repülőn elhozni, viszont megcsináltuk belőle a hangos könyvet, akit érdekel, az majd megveheti a műsor végén.